A leromlott műszaki és higiénés állapota tette indokolta a Dombóvári Szabadság utcai rendelőépületének felújítását. A több egészségügyi alapellátási tevékenységhez helyet adó ingatlan fűtési rendszerét és klimatizálását is elvégzik a projekt részeként. A település önkormányzata ezt két fázisban valósítja meg. A munkálatok első fele meghaladja a 120 millió forintot. Topos forrás kereteiből tudjuk finanszírozni ezt a beruházást. Sajnos még csak az első ütemnek a pénzügyi forrásai teremtődtek meg, de második ütemnek is már a feltételes közbeszerzése megtörtént, és arra is megvan a kivitelező. Szerencsések voltunk, hiszen mind a két kört ugyanaz a vállalkozó nyerte, így azért nyugodtan neki állhatott dolgozni. Nekünk már csak az a kívás, hogy a második ütemre megszerezzük a forrást. Reménykedem, hogy a közeljövőben ez a forrás is meg fog érkezni Dombárváros számlájára, és egyszerre mind a két ütemet meg be tudjuk fejezni. Nyilván a két ütem szervesen összefügg, hiszen az SZTK-t követően Dombvár második legnagyobb járóbeteg ellátó intézmény előtt állunk. Ebben az intézményben működött három fogorvos, két házi orvos, egy gyerekorvos és négy védőnőnek is itt volt a telepeje, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy a városnak több mint 50%-a itt került ellátásra. A projekt keretében az épület általános felújítására kerül sor, valamint az épület akadálymentesítése is megvalósul. A város második legnagyobb járóbetegellátó intézményében számos orvosi szolgáltatás kapott helyet, amelyek a felújítás idejére új helyre költöztek. A legnagyobb kihívást a fogorvosi eszközök áttelepítése okozta. Ha belegondolunk, ez ennyi orvost elhelyezni Dombóvár egyéb területén és egyéb rendelőjébe szép kívás volt. Ami a legnagyobb kívás volt, a speciális fogorvosi eszközöknek az áttelepítése a másik rendelőbe. Nyilván tudom, hogy nem feltétlenül ez a beruházáshoz tartozik, de azt szeretném kiemelni, hogy csak az orvosok költöztetése eddig több mint 10 millió forintba került a városnak. Ezzel a költségekkel ebben a volumenben mi nem számoltunk, egy szerényebb összeggel, de azt gondoljuk, hogy a beruházás, amely itt megvalósul és létre fog jönni, azon túlmenne, hogy felújítjuk ezt a rendelőt, át is alakítjuk, hiszen eddig a két körzetet ellátó házi orvos egy rendelőben rendelt, most kialakításra kerül még egy orvosi rendelő, egy közös váróval, és ami nagyon fontos, hogy akadálymentesítése is meg fog történni az épületnek. Nyilván a kor szellemiségének és műszaki követelményeknek megfelelően kerül kialakításra majd a felújított épület. Nyilván nagyon fontos, hogy energetikailag a legkorszerűbb anyagok kerüljenek beépítésre, mint nyilázárok, mint hőszigetelés tekintetében. Az egész épület rendszer központi klímával lesz ellátva, egy modern fűtés kerül kialakításra, és nagyon remélem, hogy jövő ilyenkorra már mind az orvosok, mind az ellátottak birtokba tudják venni a felújított, átalakított orvosi rendelőt. Nyilván kellemetlenségek nélkül nem lehet előrelépni, komfortzónájából sajnos ki kellett zökkenteni mindenkit, úgy mint az orvosokat, úgy sajnos az ellátottakat is, de remélem, hogy a cél szentesíti az eszközt, és jövő ilyenkor elégedett orvosok és elégedett dombvári lakosok sokasával fogja birtokba venni az új épületet. Az épület elkészülteig az eddig itt helyet kapó áttelepítésre került orvosi szolgáltatások pontos helyszínéről Dombóvárváros hivatalos weboldalán tájékozódhatnak.